erdélyi magyaroknak egészen mást jelent az épített örökségünk, mint azt hiszem bárki másnak ezen a világon, hiszen elég, ha csak itt Szatmáron körülnézek, vagy bárhol Erdélyben, azok az épületek, amik között járunk, azokat mi építettük, azok a mieink, azok az itt létünknek a legkézzel foghatóbb formái, megjelenési formái, és éppen ezért egészen más érzelmi viszonyunk van hozzá. Na most ezt az érzelmi viszonyt ugye a kommunizmus évei megpróbálták kiirtani belőlünk, és én úgy gondoltam, hogy nagyon fontos, hogy újra kötődjünk ezekhez az épületekhez, újra megszeressük őket, újra érezzük, hogy ezek a mieink. Ezekkel a gondolatokkal indította el a szorványcselekvési terv részeként a Romániai Magyar Demokrata Szövetség az Örökségünk Őrei Fogadj Örökben műemléket programot 2012-ben. Akkor még maga az ötletgazda Hegedűs Csilla sem gondolta, hogy rövid időn belül Erdély legnépszerűbb versenye lesz, hogy a diákok ennyire szívükön tudják hordozni egy-egy akár romos épület sorsát, és hogy az egyszerű versenyből valóságos mozgalom virágzik ki. Csapatok először komoly kutatómunkát végeznek az örökbefogadott műemlékekről, népszerűsítő tevékenységeket szerveznek, igyekeznek be is lakni az épületeket olyan rendezvényekkel, amelyekkel felcsigázzák a fiatalok kíváncsiságát, így aztán nem furcsa, ha templomokban készülnek egyre másra a szelfik, püspökségen beszélgetnek tabu témákról, vagy éppen slam poetry esteket szerveznek zsinagógában. Mi kolozsvári református kollégisták vagyunk a 11. évfolyamból. És ugye, hogy mi vallásos iskolába járunk, ezért talált a téma, így mi is választottunk egy vallásos épületet. Az izgalmas egész végig az, hogy eljárni tévéstúdiókba, eljárni rádiókba. A sokszínűsége az egész versenynek, szóval a média megjelenések. Szóval az épület, ez az Alverna. A igen. Ferencesek egy rendház, tehát tulajdonképpen ez nem is egy épület, hanem egy épület együttes, amely egy rendházat, egy kápolnát és ilyen szálláshelyet a ferenceseknek, vagy a Kolozsváron akkor, tehát az 1900-as évek elején működött egy nyomda, a Szent Bonaventura nyomda, és onnan, tehát tulajdonképpen az volt a célja, hogy üdülőhelyet hozzanak létre a Kolozsvárnak a szélén tulajdonképpen, és ez az épület. Mi az egész csapattal van egy ilyen tulajdonképpen konzervatív felfogásunk, hogy őrizzük meg a hagyományainkat, őrizzük meg az emléket, és próbáljunk úgy előrelépni, hogy ezt mi nem felejtjük el. Igazából a célunk, hogy ne hagyjuk ezt az épületet így. Az Örökségünk Őrei verseny eltérően más hagyományos versenyekhez képest, ahol arról van szó, hogy a diákkal bemegyünk egy terembe néhány óráig, írunk valamit, aztán kijöttünk és remélkedünk egy eredménybe. És sokkal nagyobb, mondanám azt, hogy nagyobb motivációt, munkát és csapat szellemet is igényel. Kitartást, ugye ez a verseny októbertől egész májusig tart, hosszú hónapokon keresztül több forduló van, több munka van, több pont, feladatpont van, amit el kell érni, be kell, teljesíteni kell. Ez a más benne, ez a, talán mondani azt, hogy provokáció is. 10 év alatt több ezer fiatal vett részt a versenyen, és 250 épületet fogadtak örökbe, és a számát sem tudni azoknak, akiket bevontak az épületekhez kapcsolódó tevékenységekbe. Nincs olyan magyar lakta megye az országban, ahonnan ne jelentkeztek volna a vetélkedőre, így aztán a zsűrinek nem volt könnyű dolga abban, hogy kiválassza azt a legjobb 3 általános iskolás és 3 középiskolás csapatot, akik megmérettetnek az országos döntőben. Ennek idén a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium adott otthont, akik szintén rendszeres őrzői a szatmári örökségeknek. Kezdetektől figyelemmel kísértem ezt a versenyt, és irigykedtem is annak idején, amikor még Kolozsváron lehetett csak nevezni, és nagyon örültem, amikor kiterjesztették. Kölcseisek is beneveztek, és meg is nyerték 2019-ben. És akkor már láttam, hogy mekkora öröm a gyerekeknek ezzel játszani, mert hogy ez egy játékos vetélkedő, miközben rengeteget tanulnak, olyan dolgokat, amelyeket másképp nem lehetne. Annak idején a mi csapatunk a zsinagógát fogadta örökbe, és én magam is nagyon sok mindent megtudtam abból, ahogy ők felfedezték ennek az épületnek a történetét, és egy szatmári közösségnek a történetét.
Én arra is nagyon büszke vagyok most, hogy a mi diákjaink teljesítettek, bár nem jutottak be az országos versenyre, de azt hiszem, hogy ez is egy olyan verseny, ahol nem feltétlenül a cél a legfontosabb, hanem a hozzávezető út, és ezzel gazdagodnak leginkább a diákok, és rajtuk keresztül az egész közösség, aki részesévé válik ennek a versenynek. A zsűri a fél éves tevékenység mellett értékelte a gyerekek színpadon nyújtott kreativitását, az országos döntőn miniszíndarabok által mutatták be az örökbefogadott épületeket. Kézivásárhelyről jöttünk, ugye Kovászna megyéből, és úgy jött nekünk az egész verseny, hogy egy német órán a tanárnőnk bejött, hogy ez a verseny elindult most először 5-8-as szinten is, és hogy jó lenne jelentkezni. Csak ugye eleinte az többen is akartak, csak ugye kiderült, hogy ez rengeteg munka, és akkor többen visszaléptek. És akkor így megmaradtunk mi négyen fiúk, és mellénk csatlakoztak ketten, hetedikesek lányok, Niki és Petra. És akkor ugye kiválasztottunk a városunkból egy épületet, amivel később tudtuk meg, hogy egy elég ritka épület, egy napfény műterem, aminek az az érdekessége, hogy egy több mint 100 éves üvegfala van, ami nagy rész még megmaradt, viszont idő alatt már kisebb lett. És ugye ez Erdély szinten is csak kettő van, Magyarországon is, meg csak egy maradt fent múzeumként. És akkor ezzel foglalkoztunk, felkerestük a családnak a mai napig élő tagjait, meséltek nekünk, többször is interjút készítettünk velük. Jöjjenek kérem, Áncsúba poszt! Zakaria Sú, kérem, jöjjön le a székre! Egy kicsit fordul kérem jobbra! Húzza ki a vállát, és emelje meg az állat! Nagyszerű! Hogy? Kérem, hogy álljunk az ura mellé! Egy kicsit inkább mögéje! Fél lépésünk balra! Nagyszerű! Tegyél a kezdet az ura vállára! Remek! Leveszem egy fényképezőgépről a lencsevédőt, és beállítom a fényeket! Hát szerintem most így a döntőre szerintem már egy nagy család lesz itt, így mindenki a tanárnénivel együtt. És hát meglepődtünk mi is, mert mi úgy indultunk el, hogy nem is tudtuk elsősorban, hogy létezik egy ilyen a városunkban. A tanárnő hívta fel a figyelmünket, és akkor bementünk, megnéztünk, és akkor egyre többet kezdtünk barátkozni, ugye beszélgetni, és akkor így összegovácsolódtunk. Lehozták a feladatokat, interjút készítettek, megtanulták, hogy akkor egy interjúra elő kell készülni, az interjú alanyokkal ugye beszélni kell azelőtt. Kutattak, az örökösöket felkeresték, az épület után nyomoztak, különféle emberekkel felvették a kapcsolatot, kamera elé álltak, leküzdötték a lámpalázokat, mikrofon elé ültek rádióban, online, élőben összeültünk, gyűléseket tartottunk, szövegkönyvet írtunk, színdarabot állítottunk össze, barkácsoltunk, interjút adtunk, rengeteg munka volt, és én úgy látom, és meggyőződésem, hogy ez a csapat egy hatalmas nagy utazás vége körül áll most, de talán itt még nem, nincs vége ennek az egész történetnek. Hatalmas nagy lelkesedéssel vágtak neki, kitartottak, és ha mondhatom, azt akár a lelkesedésük az még nagyobb áldagat a tevékenységek során. Rendkívüli versenyről van itt szó, tehát, hogy ilyen hosszú ideig tartó, ennyi erőfeszítést és munkát igényelő versennyel eddig igazán nekem pedagógusként sem volt dolgom, és nagyon büszke vagyok a csapatomra, hogy ezeket a hónapokat, már hónapok munkái vannak a hátunk mögött, ennyire összeforrottan véghez vitték, és mindenki mindent beleadott. Újra eljöttünk a pénzverdéhez, azért, hogy elmondjuk nektek, miért fontos megőrizni és ápolni ezt a műemléket. Mert tanulja a múltunknak és a kultúránknak. Mert része a városunk történelmének. Mert fontos a közösségünk identitás tudata szempontjából. Más szóval ismernünk és értékelnünk kell. Büszkének kell lennünk az értékes örökségünkre. Nem utolsó sorban azért, mert összetartozunk! Mi vagyunk a Nagybányai Pénzverde őrei, a Németh László Emléleti Liceumból érkeztünk. A mi nevünk az Időutazók. A Pénzverdét fogadtuk örökbe. Sokat nem tudtunk róla, ami előtt örökbe fogadtuk volna. Sok mindent megtudtuk, például, hogy Magyarország egyik legfontosabb pénzverdéje volt. 1864-ben leégett, és még sorolhatnánk sokat. Jártunk a raktárában. Hol nem szabadott volna, úgymond, bemenni. Ez egy időutazó szerkentyű, ami elrepít a múltba egy pénzverőhöz.
Fiú, krossz gombot nyomtatok meg. Akkor nyomjuk majd még egyszer. De először együtt meg a finom tésztát. Most már megnyomhatjuk a gombot, majd jusson fel a pénzverdéhez. Hol vagyunk? Hol vagyunk? Igen! Igen! Voltunk egy vízelvezető rendszerben, voltunk a kovácsnál. A vízelvezető rendszerben itt tele volt sárral, és alig tudtunk bevenni, így ragadt be mind a cipőnk, ott nagyon nehéz volt. Én elvesztettem a gumicsizmámat a sárban. Kovácsnál vertünk pénzeket saját nevünkkel, megtudtuk, hogy hogy verték a pénzeket. Tulajdonképpen Nagybánya egy bányászváros volt, és a pénzverde körül fejlődött ki. Sokan nem ismerik ezt a dolgot, és pedig egy nagyon fontos és olyan dolog, amire mi büszkék lehetünk, mivel hogy itt verték a pénzt a magyar királyok. Az Azalparton pénzverde építessék, a pénzverdében jó arany veresik. Én azt hiszem, hogy minden felelős szülő úgy érzi, hogy vannak olyan témák, amiben a gyermekét teljesen szabadon kell hagynia. És ez van az épített örökség és a gyerekek viszonyával is. Tehát egy olyan iskolai versenyt képzeltünk el, hiszen ez a megfelelő keret, amiben nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy 1516-ban épült egy épület, hanem azt szeretnénk, ha a gyermekek felfedeznék maguknak az épület történetét, a pletykát, ha úgy tetszik, azt, ami megszemélyesíti ezt az épületet, azt, amiért ez az épület más, mint az összes többi, és utána a saját fantáziájukat, a saját kreativitásukat felhasználva bemutatnák nekünk, visszahoznák a közösségbe ezeket az épületeket. És hát az elmúlt 10 év alatt igaz, amióta ez a verseny zajlik, újra felfedeztünk magunknak olyan épületeket, amikről nem tudtunk, és olyan funkciókat találtak ki ezek a gyerekek, amikre senki nem gondolt. Tehát nem Vivaldi 4-es összest játsszák le benne, és nem csak a legelittebb könyvemutatók vannak, hanem slam poetriest, de akár egy kanasztaparti, akár egy buli, akár egy takarítás, akár egy bármi, és abban a pillanatban, amikor egy épületet használ a közösség a saját igényei szerint, abban a pillanatban arra az épületre szükség van, és abban a pillanatban az épület megmenekül. Ez ilyen egyszerű. Voltak, akiknek nem sokat kellett gondolkodniuk, hogy milyen épületet fogadjanak örökbe. A dicső Szent Mártoni diákoknak maga a sors alakította, hogy az egykori vármegye házát válasszák, amely jelenleg iskolaként üzemel. Kedves követőim, sajnálattal jelentjük, hogy megyünk haza, visszamegyünk a mi iskolánkba. Persze, ennek örülünk, mert egy nehéz év áll mögöttünk. De minden rosszban van valami jó, nem igaz? Gyertek, nézzünk egy pár közös emléket. A vármegyeházához kapcsolódó történeteket nem ismerték a fiatalok, úgyhogy lázas kutatásba kezdtek, interjúkat készítettek. Fehér márványba be volt vésve, Ferenc József királysága alatt épült az iskola. De a márvány tábla fenn volt az emeleten, a díszteremtől nem messzei raktárba be volt odatérve. Én nem nagyon ismertem az épület történetét, és egy nagyon csodálatos élmény volt lépésre lépésre megismerni minél jobban, és úgy mondván szárnyunk alá venni ezt az épületet és örökbe fogadni. Úgy kerültünk az épületbe, hogy a mi iskolánkat, tehát az André Bürciano Elméleti Líceum épületét felújítás alá tették, és minket áthelyeztek ebbe az iskolába, épületbe, és így adott az alkalom, hogy megismerjük a kincseit is. Lesz itt bank, posta, kórház, vasúthálózat, kaszinó, lesz itt minden. Bebizonyítom jókainak,
hogy dicsőnek is dicső, szentnek is szent, és Mártonnak is igenis Márton. Az elején egy kicsit nehéznek bizonyult az, hogy megírjuk ezt a színdarabnak magát a szövegét, de összedugtuk a fejünket, segítettünk egymásnak, és így megszületett az a koncepció, hogy kössük össze a múltat a jelennel. Tehát azok a személyek, akik meghatározó szerepet vállaltak ennek az épületnek a felépítésében, azok találkozzanak egy ma oda járó fiatallal. És így kötöttük össze a múltat a jelennel. Régen itt kint, ahol most csak ilyen kemény valami van a földön, tenisztályon vagy. Ez az egész színdarab, ez egy nagyon csodálatos élmény volt. Tehát ilyen komoly, egybe komoly is, de próbáltunk beépíteni humort is bele, ugyebár, hogy legyen érdekesebb, hogy maradjon meg is az információ, de legyen élvezetes is, és ez így nagyon egy nagyon jó élmény volt, próbák, meg csomó röhögés, és sok munka. Fekete sereg! Jó napot kívánok minden kolozsvári lakósnak! Én vagyok Fadrusz János, Főteretek szobrának alkotója. A versenyt azért tartják hiánypótlónak, mert szinte teljes szabadságot ad a diákoknak, nem szabnak határt kreativitásuknak. Az egyik lejátszotta, amit kellett, a másik felvette a videóra, akkor kahut játékokat szerveztünk az egész iskolán, sőt az egész Kolozsvárnak, mert csomó ember itt benne volt. Volt egy ilyen QR kódos ötletünk, láttuk, hogy New Yorkban ilyen műemlékek meg szobrok mellé ki voltak téve ilyen QR kódok, és hogyha azokat az emberek beszkenelték, akkor egy ilyen telefonos beszélgetésbe vitte őket ki. És akkor innen jött ez az ötletünk, hogy mi is kéne egy ilyesmit csináljunk, csak mivel nem lehetett kitenni QR kódot egy a szobor mellé, mert ugye az hivatalosan kell megengedjék, egy videóba tettük ezt meg, ahova be volt téve a QR kód, és hogyha azt beszkennelték az emberek, akkor az is a mi weboldalunkra vitt, ahol Fadrusz János elkezdett beszélni. Magyarországon kívül még Horvátország és Csehország királya is én voltam, és Ausztria főhercege is. Mostani életem viszont abból áll, hogy szeretett lovamon ülök egész nap, amit nem nagyon bánok, bár az ülepen már eléggé fáj. A nap viszont már 120 éve égeti a fejemet, és tudom, hogy az emberek úgy gondolják, az a kis koszorú teljesen jól véd engem a napszúrástól, de nem. Egy kalapot nem kaphatnék nyáron, kérem. Gyermekeként kezdték, és úgy felmentek, hogy szuperembereként mindenkinek a szemébe, nem csak az én szemébe, hanem más tanárok a szülők szemébe is. A flash mob, több száz ember előtt 50 diákot beszerveztünk és táncoltunk az esőben a Mátyás szobor előtt, szóval nem csak egy akármilyen örökségünk örei évad ez nekünk, hanem ugye azért a Mátyás szobrot védjük, ami Erdélynek a szíve, Fadrusz, legnagyobb szobrászunk, a legnagyobb szobra, és Mátyás király a legnagyobb király. Ez volt bennünk az év elejétől, úgyhogy mindent beleadtunk ebbe, mondtuk, hogy te ebben mi belegebbedünk, de ezt mi végig csináljuk, és büszkék lesznek ránk az ősapáink, és Mátyás király, és a Fekete Sereg. Ezért is vagyunk mi a Fekete Sereg, akik Mátyás királyt, és ugye a múltunkat védjük. Nekem mindig tetszett ez a versenyben, hogy kreatívak lehettünk, szóval csomó ötletünket végrehajthattuk. Azt, hogy mennyi dolgot lehetett, de tényleg csinálni benne. Azt mondják, hogy én voltam Mátyás király egyik legnagyobb hadvezére, ami teljesen igaz, mert hát ki találna jobb hadvezért nálam. A problémám az, hogy egyetlen lányom férjét, Kini Zsipát valamiért többen ismerik nálam. Sokszínűségüket, lelkesedésüket és utánozhatatlan humorukat pedig a zsűri is kiemelkedőnek tartotta. Az általános iskolás kategóriában ezért a Mátyás szobor őreinek ítélte oda az első díjat. Újra kiírásod írni, és legalább nem magyar. Jó lesz, szertásnő, és legalább nem román.
nem. Ezzel is mutatjuk, miért ő szeretik a nagy népet. Mindenkit, helyes kommunista szívvel. Mi ez a zene? Maga netán, kapitalist? Nem én, what will this? Nem volt könnyű meghozni a döntést a középiskolások esetében sem, hiszen nem sajnálva időt és energiát, minden csapat szívét, lelkét beletette a munkába, hogy az általuk kiválasztott műemlékhez ne csak ők, hanem a tágabb közösség is kötődhessen. Nem telik el nap, hogy ne gondolnék rá, a csendes alkonyatkor elolvasott levelet. Az első díjat végül a Nagyenyedi Bethlen Gábor kollégium diákjai nyerték, akik a Magyar Lapádi templom testőreivé váltak az elmúlt hónapokban. Ugyanazon akarat és így csörgedezik véremben, mint minden lapádiéban. Hogy lesz még magyar ebben a templomban, kinek énekszója, soha többé nem lesz elfolytva. Őszintén már beszélni se tudok, én felülbúlhatatlan érzés tudni, hogy 9-esen megcsináltuk azt, hogy a középiskolások kategóriában megnyertük, tehát még úgy nem szerintem nem fogtuk fel teljesen, hogy tényleg megcsináltuk? Nem lehet szavakkal leírni. Tehát olyan váratlan volt, mert nem gondoltuk volna, hogy ilyen fiatalon, mert mondták nekünk is, hogy 9-esen elég ritka, aki megnyeri, és nem volt sok hozzáfűzni valónk ehhez, csak jöttünk, hogy lássunk mi is. És na, az is, hogy ugye a templomot nemrég újították fel, és hogy ez is kicsit fura volt az elején, hogy nem romos műemléket fogadtunk örökbe, de szerintem egyáltalán nem bántuk nem, meg. Egyáltalán. Magas tornyú, kis kapujú templom, amit mi őrzünk. Ennél szebbet, különbet te még soha nem láttál. Itt van nekünk, nekünk van itt, ne menjen most már tovább. Ne keressen más őrzőket, szóljon hát a muzsikán. Az idő elszaladt vele. Azért is választottuk, mert ugye vannak lapádiak is köztünk, és ezáltal mi is, ők is, és mi is jobban beletekinthettünk, hogy milyen is a közösség ott, milyen, hogy viszonyulnak egymáshoz az emberek, vagy hogy viszonyultak hozzánk. Vagy a kultúrához, és mi az, amit megőriztek, vagy én, mint lapádi, tudom azt, hogy sok dolgot fedeztem fel most, és remélem, hogy sok dolgot tudattam olyan emberekkel, akik még nem tudták ezeket a dolgokat, amikről nem is gondoltam volna, hogy léteznek. Látom azokat a gyerekeket, ugye, akik már felnőttek, elvégezték az egyetemet az Örökségünk Őrei legelső évadából, és nagyon nagy öröm látni azt, hogy a kötődés megmaradt. Tehát abban a pillanatban, amikor a Facebookra kiteszik az illető épületnek a fotóját, akkor tudod, hogy ez a szeretet, ez a kapcsolat, ez megmaradt. Hogy soha nem közömbös neki innen tovább. És emellett kialakult egy olyan csapat, és ez a másik nagyon fontos dolog, ahol nem az számít, hogy kinek hányasa van matekből, hanem az számít, hogy tud-e jól filmezni, tud-e jól rajzolni, tud-e jól beszélni, tud-e jól kacagni, tud-e jól furcsa arcokat vágni, tehát egészen más kvalitásai emeli ki a gyerekeknek. És nagyon sok esetben például olyan iskolák nyertek, amelyek nem tartoznak a top 10 erdélyiskolába. De azért, mert volt ott egy
egy olyan gyerek, aki egész másképp gondolkozott, mert volt egy olyan pedagógus, aki megengedte a gyermekeknek, hogy egész másképp gondolkozzanak, ezért ezek az iskolák nyertesek voltak. Annyira kreatívak ezek a gyerekek, ha megengedjük nekik, hogy azok legyenek. Annyira 21. századi eszközökkel, de a mi értékeinkre hívják fel a figyelmet, hogy egyszerűen ez a verseny messze túltett azon. A gyerekeknek köszönhetően messze túltett azon, mint amit az elején elképzeltünk. Az örökségünk őrei vetélkedő által a gyerekeknek sikerült ismét köztudatba hozniuk sok elfeledett műemléket. Tevékenységeik által pedig közös ügyé formálták a megőrzésére és akár a fizikai megsemmisüléstől való megmentésükre irányuló törekvéseket is.